folytatódó migrációs nyomásra lehet számítani. Ennek a nagyságrendje nehezen becsülhető, mert úgy látjuk, hogy növekszik az afrikai, ezen belül közép-afrikai állampolgárok száma a migránsok között. Ők elsősorban egyébként Olaszországba érkeznek jelen pillanatban, és ott rendkívüli nagy számú ember létszám áll arra rendelkezésre, milliós nagyságrendben, vagy több milliós nagyságrendben is, hogy a jólét elérése érdekében Európába jöjjön. A kvótarendszert nem tudjuk elfogadni, és mindent megteszünk annak a visszautasítására. Fokozódó európai mértékben jelentkező lakossági ellenérzésekre számítunk. Láthatóan Németországban is és más európai országokban is ez napirenden van. Részben egyre többször találnak az eljárások során ISIS-hez köthető személyeket, részben pedig nagy a szám azoknak az eseményeknek, amikor az európai országok titkosszolgálatai terrorcselekményt akadályoznak meg, és hát a lakosság egyre kevésbé támogató tömeges ellenőrzés nélküli betelepítéseket. Úgy érezzük, hogy a külső határok védelme kiemelt prioritást kap 2016-ban, és minden folytatni fogjuk a V4-ek együttműködését, mindazon kérdésekben, amelyek valamennyi V4-ben részes tagállam részéről pozitív hatású, illetőleg érdekérvényesítésben is lehetőséget biztosít mindannyiunk számára. És hát 2016-ban is, továbbra is mindent megteszünk Magyarország védelme érdekében.